Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi naplóban. Lakóépület lehet az egykori Keri épületből. 50 millió forintból újul meg a Fáy András utca. Bemutatunk egy méhészt, aki generációk hagyományát örökítette át. A holokauszt Bonyhádi áldozatai emlékeztek. Ismét megrendezik a Mozdulj Bonyhád akciót. Több jelentős holderejű kérdésben hozott döntést Bonyhádváros képviselőtestülete nyári szünet előtti utolsó ülésén. Döntés született arról, hogy lakóház lehet a volt kereskedelmi középiskola épületéből. A képviselők támogatták a Majosi Sportegyesület kérelmét is, akik magasabb osztályban kezdik majd meg a labdarúgó bajnokságot. 20-nál is több napi rendi pontban kellett dönteniük a képviselőtestület tagjainak. Több napi rendi pontban személyi kérdésekben kellett döntésre jutni. Így 5 esztendőre kinevezte a gazdasági ellátó szervezet a város intézményének gazdasági felügyeletét ellátó szervezet vezetőjének Dani Beátát, valamint a tájkutató alapítvány élére Farkas István Gergőt, a Völgységmúzeum igazgatóját. Ez a gyakorlati tapasztalat egy önkormányzati alapítású alapítványnál, hogy a mindenkori intézményvezető az célszerű, hogyha egy alapítványt vezet, hiszen akkor tud akkor leghatékonyabban, mint civil szervezet is együttműködni az intézménnyel, de arról is szót kell ejteni, hogy dr. Szőz Zoltán, aki eddig ezt az alapítványt vezette kuratóriumi elnökként, és magát az intézményt is több évtizeden keresztül, az ő munkáját is ezúton is megköszönjük. Módosította a testület vagyonrendeletét annak érdekében, hogy a volt kereskedelmi középiskola épületét hasznosíthassa. Az önkormányzat előtt volt lehetőség, hogy árverésre bocsátja az épületet, de akkor nem lett volna lehetőségük meghatározni a hasznosítás jellegét. Ezért döntöttek a pályázat kiírása mellett. Az elmúlt év szeptemberétől ugyan már nem volt tanítás ebben az épületben, hiszen a szakképzési centrum úgy döntött, hogy a másik önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a volt kettes iskolában összevonja a két intézmény egységét, és már tanítás ebben az épületben nem folyt. Ugyanakkor a jogi folyamatok egészen mostanáig húzottak, szerződések módosítása, a vagyonkezelő jog átadása, illetve annak törlése a szakképzési centrum részéről, az most van még a földhivatal előtt törlésen. Ezért most volt először lehetősége jogilag az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak arról döntenie, hogy egyáltalán mit is kezd a megüresedett ingatlannal. Ezért a lehető legkorábbi idő pontban ezt napirendre tűztem, és a háttérben már az előzetesekben volt olyan felkészülés erre a napirendre, hogy milyen hasznosítás lenne a legcélra vezetőbb, és itt igyekeztünk a városfejlesztési stratégiákkal is összhangban, az FFS-sel, ITS-sel összhangban olyan társasházépítési fejlesztés beruházást segíteni, amivel talán a Bonyhádra költöző fiatalokat tudnánk ide csábítani, hiszen a mai lakáspiacot mindenki ismeri a városban, albérletet is nagyon nehéz találni, ami van, az is nagyon magas áron, és új lakások pedig már nagyon régen nem épültek a városban. Nyilván az önkormányzatnak nem feltétlenül szerepe és feladata, hogy saját maga beruházzon, hanem ehhez piaci szereplőket keresünk. A vagyonrendeletünk értelmében akár árverésen bocsáthatjuk az ingatlanunkat, eladásra kínálhatjuk fel, de akkor nem tudom megszabni azt, illetve a testület, hogy milyen célt fog szolgálni majd új funkciójában az az ingatlan. Mi ezt az utat nem szerettük volna, hanem az a döntés született, hogy pályázatot adunk ki egy lakóparknak, illetve egy lakóháznak a megépítésére, ahol több lakás újulhat meg. A Majosi Sportegyesület labdarúgói sikerre vették az akadályokat, így magasabb osztályba kezdhetik meg a következő idényt. Az induláshoz azonban jelentős anyagi támogatásra van szükség. A képviselők még februárban úgy döntöttek, az a Bonyhádi Egyesület, amely magasabb osztályba lép, 10 millió forint támogatásba részesülhet. Ezt a döntést erősítette meg most a testület. Megújul a Fáy András utca Bonyhádon. Erre 33 millió forint támogatást nyert a település a belügyminisztérium pályázatán. A körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a városvezetés igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amellyel korszerűsítheti, fejlesztheti a meglévő úthálózatát. Idén 6 rossz állapotban lévő utca felújítását tervezi Bonyhádváros. Erre az önkormányzat 206 millió forint támogatást nyert.
februárban már megkezdődtek a munkálatok, a napokban pedig a Fáy András utca korszerűsítése vette kezdetét. A munkálatok során a kivitelezők minden olyan meglévő, elhasználódott elemet kicserélnek, amely után komfortosabbá válik a közlekedés a város egyik forgalmas útján. 28-án megkezdjük az utcaburkolat felújítási munkáit. Nagyjából egy 6 hetet vesz igénybe a teljes utca felújítása. A felújítás során részlegesen ki lesznek cserélve a szegélyek, a sérült szegélyek. Helyenként kijavítjuk a elégtelen alépítményi hibákat, utána lemarjuk a teljes burkolatot, és kap 6 centi vastagságban két réteg aszfaltot. 483 méter hosszú az utca, változó szélességben, nagyjából egy 3600 négyzetméteren újul meg. A szegélyek elég sérültek, sok helyen meg is süllyedt az út, az aknák be vannak roskadva, az aszfalt pedig előregedett, úgyhogy most már ráfér ennek a cseréje. A fejlesztés 50 millió forintból valósul meg, a Fáy András utca felújítása azonban nem a 206 millió forint kormányzati támogatásból történik, hanem a belügyminisztérium pályázatán nyert 33 millió forintot az önkormányzat. Ehhez még 17 millió forint önerőt hozzá fog adni, és így 50 millió forintból körülbelül meg fog újulni az utca. Arról döntött a testület, hogy végülis ez a belügyminisztérium a pályázatban a Fáy András utca kerüljön bele, és örülök, hogy megújul, hiszen Bonyhád egyik legforgalmasabb utcáról van szó. Fél kilométer hosszú utca, ami itt ugye a családias övezetet és a Bonyhád legsűrűbben lakott lakótelepi övezetét köti össze. Itt vannak Fáy lakótelepen ilyen intézmények, mint a Bonyhádi Általános Iskola, a Varázskapu, óvoda és bölcsöde, az úszoda, tehát rengeteg forgalmat bonyolít le ez az utca. Tömegközlekedés is van rajta, és ugye 70-ben tervezték, építették körülbelül ezt az utat. Azóta ráfér az, hogy megújítsuk végre. '78 esztendővel ezelőtt Bonyhád város csak nem teljes zsidó lakosságát Pécsre szállították. Pár nappal később vagonokba zsúfolva a haláltáborok felé indultak a vonatok. Rájuk emlékeztek a Neológ zsinagógában, arra több mint 1200 emberre, akik meghatározóak voltak a város háború előtti életében, hiszen formálták Bonyhád kultúráját és mindennapi életét. A bonyhádi zsidóságot 78 esztendővel ezelőtt július 2-án érte a holokauszt. 70-80 felnőttet és gyereket zsúfoltak be egy-egy vagonba, több mint 1200-an voltak az elhurcoltak. Az utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádiakat Auschwitzba, amely július 6-án indult Pécsről. Szörnyű körülmények között 3 napig utaztak, alig volt vízük, élelmük és tisztálkodási lehetőségük. Filóné Ferenc Ibolya polgármester emlékezett meg Blau László Bonyhád egy elpusztított zsidó közösség című könyvében leírtak alapján. 1944-ben, amikor Európa a II. Világháború utolsó éjjébe járt. A háborús pusztítások még nem érték el hazánkat, de a zsidó népességet már számtalan megkülönböztető törvény sújtotta. Tisztelt elnök úr, kedves bonyhádiak, hölgyeim és uraim! Néhány hónappal később, 1944 májusától megkezdődik a magyarországi zsidó lakosság deportálása. Csak elképzelni tudjuk, mit éltek át azok a haláltáborokba elhurcolt ártatlan emberek, akiknek emléke előtt most fejet hajtunk. Fejet hajtunk az önkormányzat és Bonyhád valamennyi polgára nevében. Azok előtt a családanyák, édesapák, nagyszülők és gyermekek emléke előtt, akiknek mindössze egy bűnük volt, zsidó származású. Bonyhádon évről évre megemlékeznek erről a szörnyű eseményről. Teszik ezt azért, hogy ne vesszen el a feledés homályába az a közösség, amely meghatározta a város arculatát. Felidézni alakjukat, életüket, végzetes sorsukat viszont kötelességünk. Felidézni például Zinger Szalamon Ecengyárost, a Davidovics fivéreket, akiknek fűszeráru kereskedése volt, a kontestvéreket, akik olajüzemet alapítottak. Csak néhány név hosszasan lehetne sorolni, hiszen voltak, akik a gabonakereskedelemben, kékfestőüzemben, nyomdában, téglagyárban,
szeszfőzdében dolgoztak. Mások kőfaragóként, ékszerészként, üvegesként, vagy éppen zöldségárusként keresték a kenyerüket. Eközben szép épületeket, üzleteket létesítettek, és alakították, formálták a helyi kulturális életet. Meghatározó szerepük volt abban, hogy Bonyhád gazdaságilag és kulturálisan is virágzó településsé vált. A haláltáborok poklát nagyon kevesen élték túl, és amikor azt gondolták, túl vannak minden megpróbáltatáson, jött 1956, és a szovjetek bevonulása elől a megmaradt zsidóság jelentős része, több mint 100 család vándorolt ki, és talált új otthont magának valahol a világban. De a közösen átélt borzalmak emléke örökre összekötötte őket. Bonyhádi zsidóság emlékére 2014-ben a holokauszt 70. évfordulója alkalmával állított Bonyhád város emlékművet. Ez az emlékmű is figyelmeztet minden itt élőt és ide látogatott arra, hogy egyszer már megtörténhetett, hogy ártatlan emberek pusztultak el csak azért, mert valamilyen népcsoport tagjai voltak. Simon János bonyhádi méhésznél járt stábunk. A szakmát nagyszülei kezdték családjában, ő már a negyedik generációt képviseli. A méz jótékony hatásairól és a méhészet szépségéről számolt be, kifejtette, mit javasol azoknak, akik a méhész szakmát szeretnék választani. Simon János a 90-es évek közepén kezdett méhészkedni. A szakmát nagyszülei kezdték, családjában ő már a negyedik generációt képviseli. A szakember azt mondja, az őszi-téli időszakban a méhészetekre a csend és a nyugalom jellemző. Az aktív termelési időszak majd februárban kezdődik el újra. A méhészetnek egy olyan folyamata van, hogy a betelelések megtörténtek, az utolsó atka, a varroatka elleni gyógykezelések valakik már elvégezték, valakik még nem végezték el, ez folyamatban van. Most inkább a méhészetben ilyen, úgy mondom, kinn a méhkaptárnak környékén a csönd és nyugalom honol. Ilyen időjárás mellett az a tökéletes, hogy a méhek ne is röpüljenek, nyugalmi állapotban legyenek, nyugodtan teljenek. A méhész ilyenkor bevonul a műhelybe, és az otthoni téli műhelymunkák, keretlészgyártás, húzalozás, kaptárjavítás, évközben megrongálódott méhészeti eszközök javítása, újítása, ez történik, ez a téli műhelymunkák, mi főkészülünk a következő termelési időszakra. Napjainkban a méz szinte minden háztartásban megtalálható, azonban ez nem mindig volt így. A mézfogyasztás abból a szempontból előnyösebb, mivel hogy ez a méz egy édes termék, a cukrot nagyon jól helyettesíti, sokkal egészségesebb, mint a kristálycukor. Mézet fogyasztottak már a középkorban, az őskorban, sőt a piramisokban találtak olyan agyagedényekbe eltárolt mézet, ami mai napig például fogyasztható állapotban van. A régi világokban, ezek az ókori világokban a méz az luxus terméknek számított, csak a felsőbb réteg, a királyság fogyasztotta. Későbbiekben, úgy haladtunk előrébb a korral, általában a papok méhészkedtek, és szép lassan, ahogy a korral haladtunk előrefelé, akkor kezdtek az úgymond középréteg is méhészkedni. A méz fogyasztása egyre nagyobb kultúrát követ, egészségesebb. Most egyre nagyobb szerepe van most már a fajta mézeknek.
Régebben elterjedt volt, hogy a közhiedelemben csak mindenki az akácmézre volt ráhegyezve, mindenki akácmézet akart fogyasztani, mert a többi méz ugye beikrásodik, bekristályosodik. Ez a méznek egy természetes folyamata. Akik azt tervezik, hogy elkezdenek méhészkedni, a szakember azt javasolja, hogy keressenek egy mentort, akitől elsajátíthatják a szakma rejtelmeit. Először csak segítsenek, dolgozzanak a tapasztalt méhész mellett. Méhektől mindig lehet tanulni. A méhek mindig tudnak újat mutatni egy tapasztalt méhésznek is, hanem menjen el egy olyan méhészhez, hogy elsőképpen ajánlja fel azt, hogy neki áll neki segíteni, és a segítség nyújtás közben a kaptárak mellett állva tud beszélgetni, megtanulja a szakma csínyát, bínyát, mert ha valaki önállóan beleáll a mai világban méhészkedni, nagyon nagy buktatók vannak. Sajnos olyan a növényvédelem, meg olyan kártevők vannak a méhészetben, hogy kimerem jelenteni, hogy a méhek az emberi segítség nélkül nem tudnának életben maradni, a házi méhek. Mindenki azt gondolja, hogy a méhészkedés egy hú de egyszerű dolog, mert a méhek dolgoznak. Nem így van. Így van, mert a méhek dolgoznak, de nekünk a méheket ki kell szolgálni valamilyen szinten, és én azt tudom javasolni, hogy valaki elkezd méhészkedni, kezdjen el méhészkedni 5-10 méhcsaláddal, és onnan szép lassan kezdje el fejleszteni fölfele, és mikor úgy érzi, hogy megy neki, akkor lehet nagyobb léptékkel. A szakember azt mondja, számos szépséget rejt a méhészet. Hallom azt a hordásba, azt a hatalmas zümmögést, amit ott a méhek előadnak, ez egy megnyugvás az embernek. Friss levegő, madárcsicseg és méhzümmögés szerintem annál jobb érzés nincs. Két év kihagyás után ismét elindul a Mozdulj Bonyhád eseménysorozat, melyre kortól függetlenül vár mindenkit a szervező sportcentrum. A következő napokban számos a testedzésre együttlétre alkalmas program zajlik, melynek utolsó állomása része lesz a Tarka Fesztiválnak. 8 év telt el azóta, hogy az önkormányzat először megszervezte a Mozdulj Bonyhád programot. A feladat súlya ma már a sportcentrum dolgozóinak vállát nyomja, akik két év Covid sújtotta idő után vágtak bele a rendezésbe. A gyakorlatilag ez a Bonyhád és Bonyhád környéki gyerekek, diákoknak a nyári sportos szabadidő eltöltését szolgáló rendezvény. Sok mindent csinálunk, általában szabadtéri programokról beszélünk, hogy ezeket az időjárás befolyásolja, de szervezünk az idén is 3 darab focitornát. Túl vagyunk már a fesztiválfutáson, ugye a könyvtárnak a rendezvénye volt, de behúztuk ide a Mozdulj Bonyhádba. Lesz kenutúra, Vén-Dunán, leszoktunk menni Bajára július végén, és egy jót kenuzunk. Nagyon jó események ezek, igazi csapatépítő rendezvények. A lebonyolításban nem marad egyedül a Bonyhádi Sportcentrum. Az önkormányzat és a civil szféra is részt vesz a szervezésben. A Dobogó Egyesület, illetve az önkormányzat az, aki támogatja a programsorozat létrejöttét. Annyi a változás az idei évben, hogy már januárban összeraktuk az intézményi költségvetéskör a programot, és idén először bekerült a sportcentrum intézményi költségvetésébe ennek a finanszírozása. Stabil lábakon állunk. A programsorozat összesen 15 programból áll. Napközis tábor is benne van, vannak benne túrák, biciklitúrát szervezünk az idén, és a Tarka Fesztivál egyik programjával, a Bonyhádi Barangolóval zárjuk az esemény sorozatot. Ezt is például a Dobogó Egyesület szervezi, ugyanúgy, ahogy a Bólyakeresőt is, ami az ifjúsági parkban szokták lebonyolítani. Egy esti, gyakorlatilag egy esti bólyakereső, van mindenkinél egy térkép, és zseblámpával pásztázunk körbe az egész ifjúsági parkot. Köllő Roland tapasztalatai azt mondatják vele, hogy az elmúlt év viszontagságai után az emberek szívesen mozdulnak ki, és keresik egymás társaságát. Azokat a programokat, melyek alkalmasak a mozgásra és együttlétre. Próbáltuk őket ösztönözni is egyébként, mert értékes nyereményeket sorsolunk ki a programsorozat végén. Iskolai és óvodai osztályközösségeket céloztunk meg. Ez azt jelenti, hogy részvételükkel pontokat gyűjthetnek, és a végén táborozási támogatásban részesül az első, második, harmadik helyezett legtöbb programon résztvevő közösség.
és azt látjuk, hogy ugye egyetlen programon vagyunk eddig túl a fesztiválfutáson, de gyakorlatilag azok a pedagógusok, akik ebben látnak fantáziát, nagyon jó szervezőkészséggel elhozzák gyakorlatilag az egész osztályközösséget, szülőktől, nagymamástól, nagypapástól, barátostól, és ezáltal is generálják a pontokat a közösségnek. A cél az, hogy minél többen sportoljanak, még akkor is, amikor az nyári időszak van, gyakorlatilag a gyerekeknek, illetve a szülőknek próbálunk ezáltal is segíteni, hogy kimozduljanak a gyerekek a lakásból, ne csak bent üljenek. Nagyon nagy felelősség ez, nyilván a szülőknek és a sportcentrumnak is, ezért mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy le tudjuk bonyolítani az összes rendezvényt. Arra kérném a rendezvényeken résztvevőket, a programokon résztvevőket, hogy mindig tájékozódjanak az aktuális programokról, mert ez, mint ahogy mondtam az előbb is, az időjárás befolyásolja ezeket. Bonyhádi Sportcentrum Facebook oldalán mindig az aktuális programról lesz egy plakát, és sőt van olyan program, ami előzetes regisztrációt igényel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!